Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, Kálai Margó fotóművész, Csákánykói Gulág című fotókiállításán. Külön tisztelettel köszöntöm Habis László polgármester urat, Sárosi Kinga alpolgármesterasszony, Sós István alpolgármester urat és Eger város közgyűlésének megjelent tagjai és kedves mindannyiunkat. Margó képei az egykori Recski munkatábor helyszínén készültek. A Mátrahegység térségében közel Recskösséghez a Magyar Államvédelmi Hatóság, közismertebb nevén ÁVÓ, 1950 nyarán minden törvényes felhatalmazás nélkül a szovjet gulág táborok mintájára büntető jellegű kényszermunkatábor létesített. Az 1500 kényszermunkás a magyar társadalom minden rétegét képviselte. Volt közöttük munkás, értelmiségi dolgozó, a hadsereg tagja, korábbi földbirtokos politikus. Közülük senkit sem állította a bíróság elé, elmenekültek. A politikai jogokból fogvatartott kényszermunkások maguk építették fel a kényszermunkatábort, kerítették be magukat, többszörösen szöget fogtak. Az Andezit bányában dolgoztak primitív kéziszerszámokkal, sziklát fejtettek, követ törtek az útépítéshez. Naponta 12-14 órát dolgoztak, nem több, mint 1000 kalóriányi életben. Szinte valamennyien éheztek, minden szájból vehetőt, amit az erdőben találtak, megettek. Gombát, hajtásokat, gyökereket, bogyókat, sőt, gyíkot és csigákat is. Legtöbbjük eredeti testsúlya mintegy 40%-kal csökkent fogságuk ideje alatt. Az orvosi ellátás elégtelen volt, gyógyszerhez alig jutottak. A kényszermunkások jelentős része fog nélkül hagyta el a tábort. Számosan éhen haltak, az Andezit bányában balesetben vesztették életüket, és voltak itt az őrök agyonlőttek. Senki sem tudja pontosan, hogy a halottakat hol temették el. A tábort három esztendeig tartó fennállása alatt hermetikusan elzárták a külvilágtól. A fogvatartottak hozzátartozói, miután semmi hír nem érkezett felőlük, meg voltak győződve arról, hogy szeretteik már nem is élnek. Akik túlélték a megpróbáltatásokat, 1953 nyarán és őszén szabadultak. Az egykori munkatábor feloszlatása után néhány esztendővel lebontották, a barakok helyét befásították, hogy nyoma sem maradjon. A kommunista rezsim alatt a magyar hatóságok mindvégig állították, hogy a Recski kényszermunkatábor sohasem létezett. A kényszermunkatáborban meghaltak és túlélő bajtársaik emlékére a Recski Szövetség emlékművet emelt, melyet Magyarország néhai miniszterelnöke Antal József avatott fel 1990. október 25-én. A Recski Nemzeti Emlékparkot 1996. szeptemberében avatták fel. Margó képei ezen a helyszínen készültek. És most megkérem dr. Csank Istvánt, az 56-osok megyei szövetségének elnökségi tagját, hogy mint legautentikusabb, ossza meg velünk gondolatait erről a sötét időszakról. Hölgyeim és uraim, hazánk nemzeti ünnepének előestéjén az 56-os szövetség Heves megyei és Egri városi szervezete nevében tisztelettel köszöntöm Önöket. Mi, akik 56 őszén megéltük azt a csodálatos 12 napot, emlékeink nem homályosulnak el 55 év elmúltával sem. Az átért események ott égnek a lelkünk mélyén olyan élénken, mint akkor, amikor történt. Az őszi szél hozta az üzenetet, a reményt, hogy a vörös terror lerázható, hogy az erőszakkal ránk telepedett nagyhatalom nem legyőzhetetlen. 55 évvel ezelőtt csodálatos volt magyarnak lenni, és még csodálatosabb volt fiatalnak. A forradalmi ifjúság, az egyetemi és munkás fiatalok országszerte egy emberként szálltak harcba a béke és a szabadság jelszavában. A nemzet sorsát és történelmét meghatározó dicső forradalmunkban
A magyar nép széttörte bilincseit, és magához ölelte a szabadságot. Fogadjuk meg a sok-sok névtelen hős tanítását, mely szerint akkor is szívünk és lelkiismeretünk szerint kell cselekednünk és dolgoznunk, ha semmilyen elismerést nem kapunk érte. Az 56-os forradalmárok és az internáló táborok fogjai azt üzenik a mai kor emberének, hogy az a nemzet, melynek vannak eszméi, azt tud megmaradni. Az a nemzet, amelynek vannak eszméi, azt tud egyenes derékkal élni. És az a nemzet, melynek vannak eszméi, annak van jövője. Ma emlékezünk vissza arra a történelmi leckére, hogy 56 igazságát nem lehet agyon hallgatni, és hogy a szabadságot nem lehet szöges drótokkal elzárni. Velem együtt kérem, ünnepeljük a magyar nép magas hőfokon iszó szabadságvágyát, halált megvető bátorságát, hősiességét, erkölcsét, és meghajtjuk fejünket azok emléke előtt, akik életüket és vérüket, illetve szabadságukat áldozták azért, hogy mi ma itt ünnepelhessünk. Ezen gondolat egyében nyitom a kiállítást. Kívánok Önöknek sok szép élményt, valamint egészséget. Köszönöm, hogy meghallgattak.